Szeretettel üdvözlöm Önöket! Igen, egyre hosszabbak a napok, és ez olyan jó kedvel tölt el engem, és remélem, hogy Önöket is. Kedves nézőink, a Tea Glóriával adást látják, és ilyenkor 2 órácskát beszélgetünk, jól érezzük magunkat együtt, információkat adunk át. Remélem, hogy Önök is ilyenkor kényelmesen leülnek, ledőlnek, és megnézik a mai adást. Azok, akik most látnak minket először, vagy még többre kíváncsiak, azoknak ajánljuk a weboldalunkat www.teaglóriával.hu. Illetve van egy Facebook oldalunk is, ahol sok-sok képet találnak, érdemes barangolni közte, a keresőbe írják be a műsor címét. És ami talán a legfontosabb, hogy a műsornak van egy állandó telefonszáma, amely így hangzik: 0620 9 340 330, amit reggel 9-től este 9-ig lehet hívni, és így személyesen is tudunk beszélni, vagy Önök kaphatnak információt, kérdezzenek bátran. Lehet, hogy többször kell hívni engem, hiszen nem mindig tudom azonnal fölvenni, de igyekszem, sőt, ha látok számot, vissza is hívom Önöket. És akkor nézzük meg, hogy mi mindent kínálunk Önöknek mára. Első blokkunk: szép magyar települések, érdekes események. Elmegyünk a Galga mentére, Galgahévízzel fogunk megismerkedni, vendégem lesz a település polgármestere, és nagyon-nagyon sok érdekességet mondunk el. A település jellemzője, hogy nagy szeretettel őrzi a hagyományokat. Ezután a digitális világ és a szakmák sorozatunk következik, amiben tudják, hogy a kis- és középvállalkozásoknak igyekszünk segíteni, de nagyon sok érdekességet hallhatnak Önök, mint nézők, az adott szakma történetéről, problémáiról, érdekességeiről. Hát azt hiszem, hogy ez a mai is nagyon érdekes lesz, mert köznapi nyelven a szódavízről, hivatalos nyelven a szikvízről lesz szó. És természetesen ajánlunk olyan projektet, ami viszont már a vállalkozókat segíti. Ezután regeneratív medicínák bloggsorozatunk következik, tavaszi vitalitása címe, hiszen ilyenkor mindig mindenre azt mondják, hogy mer ez a tavaszi fáradtság. Hát mi utána nézünk annak, hogy mi is ez, és mivel lehetünk inkább vitálisak, mint fáradtak. Olvasólámpa című műsorblokkunk is jelentkezik, egy csodálatos kétkötetes művet szeretnénk Önöknek bemutatni, Magyarország ragadozó madarait és a baglyokat mutatja be, csodálatos képállománnyal. Én azt hiszem, hogy csak így megnézegetni is érdekes, aki pedig szereti a madarakat, az biztos, hogy napokig, hetekig, hónapokig fogja bújni a lapjait. Természetesen egy kis muzsika is kell, hiszen az is vidítja a szívünket, meg egy picit megpihenünk alatta, mert utána pedig jön az Önök által annyira szeretett egészségünkre blokkunk, ahol Éliás Tiborral adjuk a hasznos tanácsokat, és beszélgetünk Önökkel az egészségről. Kedves nézőink, mai adásunkhoz jó szórakozást kívánok! Szép magyar települések, érdekes események. Kedves nézőink, tudják, hogy körbenézünk mindig országunkban, kívül is, meg belül is, és keressük az olyan településeket, amiknél van mit felmutatni, akik fejlődnek, szépülnek, illetve például tőlük szól a déli harangszó. Hát ezeknek a kitételeknek mindenben megfelel Galgahévíz. És hogy tudjunk többet mondani róla, megmutatni Önöknek, hogy milyen település is ez, nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Vanó András polgármester urat, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlök mindenkit. És hát ahhoz, hogy ismerkedjünk, hát először is tudnunk kéne, hogy hol van Galgahévíz. Galgahévíz a Gödörői dombság szélénél van, egy csodálatos környezetben, Gödöllő és 60 között. Ez a Palócföldnek a széle igazándiból, és nagyon szép helyen terül el, tehát kicsit dombos, sík, és minden egyéb megvan természeti adottságban, hogy jól érezzük magunkat ott. És mi is jól érezzük magunkat, ha a szemünket meg akarjuk pihentetni egy ilyen csodálatos panorámán. Mit jelent ez magának a településnek? Mit határozhat meg? Magát a települést 1214-ben kapott először írásos anyagot, ott lehet fellelni, hogy már létezett Hévíz néven, tehát utána alakult ki az, hogy Hévíz és Galgahévíz. Nyilvánvalóan az is adta a nevét, hogy itt megy el a Galga patak. Tehát van egy kis patakunk, ami folyamatosan csordogál Galgahévíz belterületén, és minden adottsága megvan ahhoz, hogy jól éljünk. Tehát mezőgazdasági adottsága, az emberek könnyű bejárása, a közelsége Pestnek, tehát minden olyan infrastrukturális lehetőség adott, hogy a közelsége miatt megpihenni, ott élni, onnan bejárni, dolgozni és szórakozni is lehet. Ez nagyon jó. Azt mondjuk, hogy Galgahévíz. A Galgát most már értjük, hogy Galga mentében fekszik, de vajon van hőforrásuk? Így van, Galgahévíz és Tura között volt valamikor egy feltört hőforrás, ezt annak idején a termelőszövetkezet kertészeti célokra használta, egy nagyon kis fürdő volt mellette, sajnos nem alakult ki fürdő, ugyanis a mostani mérések szerint azt mondják, hogy egészségre ártalmas vize volt, nagyon kénes, nagyon sokba és kerülne a tisztítása, lerakódások és egyéb dolgok vannak, de hát a szakmát nem mi határozzuk meg, tehát ez ilyen jellegű. Igen, hővíz volt, és ezért volt Hővíz, és Hévíz, és Galgahévíz, ami most tulajdonképpen Tura és Galgahévíz határán van egy geotermikus erőművünk, amit fölépítettek, és azt hiszem, hogy az ország első ilyen geotermikus erőműve, amit most ott termeli már az áramot, és fejlesztésre is célt tettek, tehát szeretnének mellette különböző gazdasági tevékenységeket, kertészetet, halászatot, vagy a halas tavakat és ilyeneket telepíteni, amiből ugye munkahelyteremtés és turisztikai látványosság is lehet. És ez tulajdonképpen hozzátartozna a településhez, tehát hát esetleg nem, adózásban is hát nem? Ez közigazgatásilag Tura városé, de hát nyilvánvalóan egy idő után át fog ez egy picit húzódni Galgahévíz területére is, de ha már csak átmenő forgalomra és turisztikára és vendéglátásra gondolunk, már akkor is helyben vagyunk, tehát valamennyi adó ebből valamikor lesz a településnek. Ha már ilyen, hogy mondjam, lelkesen beszél a településről, meg kell mondjam, hogy még nem volt nálunk olyan település, aki annyira odafigyelt volna, hogy tudjanak róla, és számos kiadványt csinálnak, egészen odáig, hogy a szüreti felvonulás, nőnap, falukarácsony, férfinap, és számos ilyen rendezvény. Önök szerint fontos, hogy megismerjék a települést? Ez így van, tehát kívülre is adjuk ezt az anyagot, hogy ismerjék, de nagyon fontos számunkra az is, hogy ott magába a községbe a fiatalok és az idősek is jól érezzék magukat. És olyan társadalmi civil összefogással és társadalmi szervezetekkel rendelkezünk, akik nagyon szívesen csinálják ezeket az eseményeket. Tehát nekünk minden évben van évelején egy megbeszélésünk, hogy hogyan következik, ugye most már elmúlt farsang, most volt a nőnap, következik majd egy kemencés nap, ha sikerül és meg fogjuk tudni oldani, mert azért a pandémia itt nálunk is még érezteti a hatását. Szervezeteknek így van, de aztán van egy gyönyörű falu napunk, amit meg szoktunk tartani, ez valamikor 3 napos volt, péntek, szombat, vasárnap, most már lehoztuk 1 naposra, és szombaton történnek az események, de ebbe van minden, hagyományőrzés, népzene, néptánc, együttesek. Ez július 2. hétvégéje. Hamar eljön az idő, van, ez jó kis falunap. Így van. És hát amit tetszett mutatni, tehát van falukarácsonyunk, van nőnap, férfinap, a galgahévízi hölgyek kitalálták, hogy ne csak a hölgyeket ünnepeljük, hanem akkor ünnepeljük meg a férfiakat is, és ezeknek az a nagyszerű jelentősége, hogy hogy a társadalmi civil szervezetek, a fiatalok és az idősek adják a műsort. Tehát nekünk nincsenek behozott művészeink, hanem inkább aki a faluba tud mozogni, énekelni, táncolni, az belép ebbe a kis csoportba, és akkor tesszük a dolgunkat, amikor kell. De ez milyen jó dolog, mert ugye sok falunapon az van, hogy hívnak nagy együtteseket, de valójában a falunap a falujé, meg az oda menőké, akik arra kíváncsiak, hogy helyben mi az érdekes. Hát nagyon örülök, hogy ezt tetszett mondani, mert mi ezzel az elvvel voltunk mindig, hogy a sajátjunkat mutassuk be, tehát amit mi tanultunk, amit elő tudunk adni, ez legyen. És van egy csikótojás társulatunk például. Csikótojás? Igen, ez a neve. De ez édes. Abból adódott, hogy a Rátóti csikótojás volt az első olyan feldolgozás, amit megcsináltak, és akkor utána jött belőle, jött egy gyönyörű István a király, ami szenzációsan sikeredett, aztán volt egy János Vitézünk. Tehát ez egy színháznak, vagy egy csoportnak a neve? Egy csoportnak a neve, és akkor összefognak, és akkor egy-egy falu ünnepre, egy-egy megmozdulással készítik ezeket a műveket. Fiatalok, idősek? Fiatalok és idősek. Ilyenkor beszoktuk vonni a hagyományőrzőket, és a hagyományőrzőkben vannak gyerekektől egészen időskorúig. Tehát van. Most például két éve adtuk elő a Mágnás Miskát, amit megcsinált, és ott is csak galgahévízi férfiakkal, hölgyekkel. Még tehetségesek is, ővék a színpad. És ha már itt tartunk, akkor tulajdonképpen maga a hagyományőrzés, hiszen azt mondtuk, hogy Galgahévíz maga a hagyományok őrzője. Milyen hagyományok vannak? Hát már egyre kevesebb az, amit sajnos meg tudunk mutatni. Kevesebben öltöznek föl a hagyományos viseletünkbe, de azért még megtalálható, és őrzik a hagyományőrzők. Van kis csoportunk, társcsoportunk, van pávakörünk, hagyományőrzőnk, nyugdíjasaink, akik még ezt viszik. Nagyobb ünnepekkor, falu ünnepkor, vagy éppenséggel egyházi ünnepeken felöltöznek, és akkor még abban vannak azokat a viseleteket hordjuk, ami kváziban olyan, ami 100 éves. Tehát ezeket mind őrizzük, és próbáljuk átadni. És akkor gondolom az hozzáillő dalokat, így van, táncokat. Így van, hiszen csak így ismerhetjük meg, hogy apáról fiúra, anyáról lányára száll. Ez így igaz, és az egyházközösség és a galgahévízi civil szervezetek nagyon össze tudnak fogni. Tehát azért nálunk még erősen él az, hogy katolikus a község javarésze, bár most már azért nyilvánvalóan vannak más egyházaknak a képviselői is, főleg akik benősültek, beházasodtak ugye a faluba, ez előfordul, de szívesen járnak egyházi rendezvényekre, misére, azért még ők őrzik azt, hogy létezik. Tehát akkor katolikus egyház, így van, aktívak is. Főleg katolikusak? Főleg katolikus egyház. Hát a papság az ugye nálunk is változik, mert 2000-től a Salvatoriánusok lengyel atyák voltak nálunk, akikre mindig fölnéztünk, mert csodálatosan megtanultak magyarul miséztek, tehát egyértelmű volt, hogy éltek, és egészen a mostani rendezésig lengyel Salvator János atyánk volt, aki most elkerült Fölsögödre. Tehát ott plébános, de hát nyilvánvalóan tovább folytatódik minden egyéb dolog, amit elkezdtek. Február 27-én szólt Galgahévízről a harang a Kossuth Rádióban. Mit tudunk a harangról, a templomról? Hát a templomunk, azt a régiek azt mondják, hogy a Tihanyi apátsághoz hasonló freskókkal van elkészítve, ténylegesen nagyon szép, tehát látványosan nagyon szép templomunk van. Ő is már azért a 700. évében van, egy kisebb templommal kezdte, és nyilvánvalóan a bővítések során, és volt nekünk egy nagy Árpád préposunk, akinek a szíve volt az, hogy az egyháznál és magának a környezetébe rend legyen, és gyönyörűen szépen rendbe tette a templomunkat. Tehát neki köszönhetjük ezeket a freskókat is szerintem, hogy ilyen csodálatosan kialakultak és szépek lettek. A templom most lett felújítva, kormányunk jóvoltából, és ugye a különböző LEADER és vidékfejlesztési programoknak köszönhetően, tehát nagyon sok minden lett rá költve. A harangtorony teljesen ki lett cserélve, teljesen új kupolát kapott, és utána sikerült egy külső teljes festéssel megoldanunk azt, hogy tovább álljon, és a falu közepén, tehát csodálatosan ott kiemelkedik. Lehet torony iránt menni. Így van, tehát hogyha bejövünk, akkor látjuk, hogy mégis hová illik menni, és hová szeretnénk, hogyha jönnének, bár a falu szerkezetileg tulajdonképpen majdnem minden ilyen épületünk a falu közepén található meg, a művelődéséhez, az óvoda, a polgármesteri hivatal, az iskola, orvosi rendelőink szét vannak szórva a faluban, de annak örülünk, hogy mára már sikerült minden egyes ilyen intézményünket rendbe tenni, energetikailag is, és átalakítva is, korszerűsítve is, és tényleg olyan fogadóképesek, hogy szívesen jön oda az ember. Hát ez az, amiért mi bemutatjuk a településeket, hogy fejlődnek, hogy szépülnek, és igazán meg se kell, hogy kérdezem, mert ezek szerint tényleg pályáznak, nyerik el a lehetőségeket. Nehéz? Sok munka? Hát a pályázat sok munka. De hál' Istennek mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk, úgymond az országgyűlési képviselőnkkel, és ő mindig azt szokta mondani, hogy ha nem pályázunk, akkor még lehetőséget se adunk magunknak arra, hogy megnyerjük ezt a dolgot. Mi mindenre pályázunk, amit éppenséggel kiírnak, ránk lehet húzni, mert azért vannak olyan pályázatok is, amik ugye nem ránk vannak. Tehát most a vidékfejlesztésben is például 3000 fő alatti, 5000 fő alatti, tehát ezeket azért meg kell keresni, ezeket fel kell tölteni, ezekkel azért van munka. Mennyi de a sikerén 2700 felé közeledünk, tehát demográfiailag emelkedtünk, tehát emelkedő tendenciában vagyunk. Mondjuk ez annak is köszönhető, hogy nagyon sok kitelepült van Budapestről, és egy ilyen zárt közösségbe, vagy zárt kerti részbe vannak, ami majd valószínű, hogy hamarosan a faluhoz lesz belterületbe is csatolva, de van egy külterületi részünk, ami belterület, ugye az első organikus mezőgazdasági szövetkezet alakult meg Galgahévízen annak idején, és ennek van egy ökofaluja, ahol vannak Meséljen erről egy kicsit, hogy mit is értünk ez alatt? Hát ugye ők teljesen vegyszermentesen termelnek, és vegyszermentes termékeket forgalmaznak, és saját maguk termelik végül is az energiát, most ugyan kapják már, de saját maguk szennyvíz tisztítója van, tehát minden egyes egységnek, épületeknek természetes anyagokból épültek fel a házak, tehát nem lehet semmi olyan benne, ami van, ez kitétel náluk, gyönyörű területen vannak, saját kis tavuk van, ami a mi horgásztavunk mellett van ugyan, ami megint szintén csodálatos, úgyhogy azért érdemes bármikor lejönni, mert az adja, és élnek kint emberek, és ott vannak kint a faluba, és hát ők ahogy ezt úgy elképzelték saját maguknak, vagy vezetőjük, hát sajnos elhunyt a vezető, aki ezt megálmodta és eltervezte, de hát a lányai folytatják, hál' Istennek, és akkor így szépen kialakult egy kis közösség ott. Van társasházi része, fecskeháza, fiataloknak, hogyha építkezni akarnak, akkor le tudnak jönni oda, és akkor tudnak élni, aztán kiköltözhetnek a saját maguk kis birtokára. Tehát nagyon jó és gyönyörű, szép környezetben van. Akkor ezek szerint önök még várják is, hogy ha valakinek van kedve, menjen oda lakni? Persze, természetesen. Mi örülünk, hogyha elfogynak azok az ingatlanok, amik eladós horba kerülnek, mint a kislány, mondjuk azt, de igazándiból megtehetünk. Tehát van egy 3000 fős létszám, amire azt mondjuk, hogy itt most infrastruktúrában és minden egyébben megfelelünk, ezt tudjuk biztosítani iskolával, óvodával, most építettünk bölcsödét, tehát van egy 8 fős bölcsöde, tehát egy csoportos bölcsödét, ami bővíthető, de a 3000 fő az, ami kényelmesen elmegy, és a település teljesen infrastruktúrával ellátott, tehát szennyvíz elvezetés, szelektív szemétszállítás, van, tehát a mai napig is sikerült vízelvezetése és vízmegtartásra pályázatot nyernünk, tehát dicsekedhetnék nagyon sokat, néha félek, hát de néha félek is, hát azért tessék elgondolni, hogy aki nem akar ezzel dolgozni, az ugye egy kicsit le van maradva. Aztán ilyenkor, mikor dicsekszünk, akkor talán ők is rájönnek, hogy így van. Ugye én meg szoktam kérdezni, hogy mire büszkék, hát itt már annyi mindent hallottunk, hogy már csak a dicséretet kell bezsebelniük. Itt még a kezemben van olyan, hogy énekeskönyv, nem tudom, hogy ez milyen... Ez a betlehemi, a karácsony előtti időszak hagyományőrzése, amikor az asszonyok elindulnak szállást keresni, és énekelik végig ezt a... Tehát ez egy kis játék, egy népi játék. Így van, ez egy népi játék, a katolikus egyháznak egy szertartásos játéka, mert a szálláskeresést magában a templomban is elvégzik. Hát... igazán gyönyörűséges kiadványok. Úgyhogy, kedves polgármester úr, én nagyon-nagyon örülök, hogy mindezt meg tudtuk mutatni. Hát mivel nem olyan sokára lesz már maga a falunap sem, kérem, hogy hívja meg nézőinket. Nagyon szívesen, mindenkit szeretettel várunk erre az ünnepre. Ez július második hétvégéje és szombat, általában a főműsor, délelőtt 10 körül szoktunk gyermekprogramokkal kezdeni, délután kezdődik a hagyományőrzés, és este vagy a társadalmi szervezeteknek van egy előadása, vagy pedig természetesen névzenészeket, névzenei bálokat, utcabálokat rendezünk ilyen esetben. Úgyhogy tisztelettel és szeretettel meghívom önöket erre az eseményre. Nagyon szépen köszönöm önnek, és akkor annyi maradt hátra, hogy így közösen önökkel együtt nézzünk meg egy kis filmet Galgahévízről. A Bak-Tura forgalmi út mentén, a Galga alsó folyásának jobb partján helyezkedik el az eredendően nyújtott halmazos, fésűs beépítésű település. Régészeti emlékekben a falu határa gazdag. Nevezetesebb lelőhely a Szent András part nevű dűlőrész, ahol már a bronzkorban is éltek, a középkorban pedig Földvár és az Ákos nemzetség bencés monostora állott. A millennium évében 2000-ben készítette Szent András remete szobrát Galgahévíz község önkormányzata. Az emlékmű Szilágyi Dezső galgahévízi születésű fafaragó munkája. A Galga mente egyik legszebb horgásztava, kellemes pihenőhely a Bikató. Pontyot, csukát és harcsát is foghatnak az ide látogató horgászok. A több mint 20 hektáros duzzasztott tó a Galga-menti falu szövetkezet tulajdona. A tó melletti domboldalon található egy ökofalu, mely azzal a céllal jött létre, hogy a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés elve mentén egy közösséget építsen. A katolikus lakosság számára az első templom fából épült a középkorban. A ma is álló egytornyos, késő barokk kőtemplomot 1722-ben szentelték fel. 2013-ban pályázati támogatással új kupolát kapott a templom a II. Világháború előtti toronysisak mintájára. A munkálatok idején egy 1925-ös dokumentum is előkerült, mely az akkori toronytető készítését és a falu előjáróit mutatja be. Ennek mintájára az új kupolába is elhelyeztek egy időkapszulát a jövő nemzedéke számára. 2015-ben szintén pályázat útján a teljes homlokzati és tetőrekonstrukció is megtörtént. A főút mellett található a Kegyeleti Park, amelyet 1995-ben a Falu Szépítő Egyesület és a közösség vezetése alakított ki az évszázadokon át temetőként funkcionáló területen. A park 3 fő részre osztható, melyek központjában az 1892-ben készült Nepomuki Szent János szobor, a Szent Háromság szobor és egy szép régi feszület áll. Második Rákóczi Ferenc nevét viseli az 1960-ban épült általános iskola, ugyanis jelenlegi udvarán táborozott csapataival a fejedelem az 1710-es romhányi csatavesztés után. A legenda szerint lovait az akkor itt álló 3 vadgesztenyefához kötötte, és úgy pihent meg maga is alattuk. A gesztenyefánk helyén ma már a legkisebbek örömére a kor követelményeinek megfelelő játszótér áll, ahová a Rákóczi kapon keresztül juthatunk be. A Csemetekert napközi otthonos óvoda több mint 100 kisgyermek neveléséről gondoskodik. A falu kulturális életének központja a Kodály Zoltánról elnevezett művelődési ház. A kultúrház 1953-ban épült fel, melynek építéséhez szükséges pénzt az akkori hagyományőrző együttes nyerte egy országos versenyen. A hagyományok őrzése, tisztelete ma is nagyon fontos a falu lakói számára. Számos rendezvényen elevenítik fel elődeik életét. A falu ünnepen, a falu farsangon, a falu karácsonyon és a szüreti felvonuláson Galga menti népviseletet töltenek a néptánc csoport és a hagyományőrző együttes tagjai. A hímzőkör asszonyai Galga menti lyukhímzéses technikával készítik viseletük darabjait. 2 éve újult meg a falu ünnepnek, az adventi vásárnak, a gyermeknapnak és a mozinak helyet adó Götz tér, valamint a Norton kúttal és pergolával díszített pihenőpark. A 60 éves múltra visszatekintő sportegyesület felújított öltözővel és korszerű pályavilágítással rendelkezik. A falu lakossága nagy részének megélhetését, mint évszázadokon át, még ma is a zöldségtermesztés biztosítja. Szívesen látunk minden kedves vendéget oda, ahol a helyi gyűjtésű népdal szerint is a Galga vize szép csendesen kanyarog. A digitális világ és a szakmák. Jó régóta foglalkozunk ezzel a nagy témával, és ezen belül sok kicsi, apró témát érintünk, olyan projekteket, amik mind-mind azért vannak, hogy vállalkozóink, kis és nagyobbacskák tanulhassanak, beilleszkedhessenek ebbe az új világba, és valamilyen módon segítséget kapjanak. Hát a mai témánk azt hiszem, hogy nagyon érdekes, és ki ne szeretné a szódavizet, vagy szikvizet. De hadd kezdjem mindjárt az elején egy kis Vörösmarti idézettel a Fóti dalból. Fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi. Tőle senki egy jogát el nem veszi. És ezek után engedjék meg, hogy bemutassam beszélgető partneremet, Szabó Istvánt, aki ennek a különleges projektnek, ami most itt terítékre kerül, szakmai vezetője, valamint a Szi Kft. Ügyvezető igazgatója. Üdvözlök mindenkit! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát talán kezdjük ott, hogy egyáltalán mi az, hogy szódavíz? Hát a szódavíznek igazából 2 nevét használjuk, az egyik a szikvíz, a másik a szódavíz. A hivatalos neve az a szikvíz, a népies neve pedig a szódavíz. A szikvíz az úgy alakult ki, hogy a szik, a szónak az első tagrésze, az a szik, az a savanyú földre utal, a szikes földre utal, az egy savanyú föld, aki a mezőgazdasággal foglalkozik, az tudja. Tehát itt egy savanyú vízzel próbáltak asszociálni, utalni ezzel a szóhasználattal, hogy ez egy savanyú víz, és így tevődött össze tulajdonképpen a szóhasználat. De valójában ez hibás? Nem, tehát igazából ez nem hibás, tehát a szóda elnevezése az a hibás igazából, mert a szóda, a nátron, tehát egy más termékről beszélgetünk igazából, avval szokták összehasonlítani, vagy inkább összetéveszteni tulajdonképpen a nevet, de a szódavizet is igazából népiesen használják. A szóda maga az a téves felhasználás. Jó, tehát hivatalosan szikvíz, igen. Mi meg otthon bátran mondjuk azt, hogy szódával elmegy, hiszen annyi mondásunkban van benne, hogy nem hiszem, hogy bárki is ne ismerni. Mitől más ez a víz? Hogy keletkezik, vagy hogy csinálják? Igazából a szódavíznek az összetétel, az két alapanyagról beszélgetünk, az egyik a maga a víz. A víznek az összetétele, ez meg van határozva egy magyar szabványban, benne van a magyar élelmiszerkönyvben, és benne van a hungarikum leírásban is, hogy milyen összetételű vízből lehet vagy kell szódavizet gyártani. A másik összetétele az a széndioxid, ami Magyarországon természetes formában bányásznak úgymond a földből, és ennek a kettőnek a keveredéséből jön létre a szódavíz, és ami még nagyon fontos, hogy ez egy szifonfejjel ellátott palackba kell, hogy kerüljön. Onnantól lesz igazából a technológiai része is fontos ennek az egésznek, és onnantól lesz szódavíz vagy szikvíz. Na, akkor először is kezdjük onnan, hogy miért is lett hungarikum? Hát a hungarikum az első között pályáztunk igazából, mert hogy egy közel több mint 200 éves múltra tekint vissza a szódavíznek az elterjedése, és hogy meghirdette a minisztérium, hogy az a magyar állam a hungarikum védjegynek az elnyerését tulajdonképpen, vagy megpályázását, és mi erre összeállítottuk a megfelelő pályázati anyagot, amin különböző dokumentációkkal és minden igazoltuk, hogy milyen régi termékről, vagy milyen régi magyar eredettel származó termékről beszélünk, és így 2013-ban elnyerte a hungarikum védjegy minősítést a termék. Menjünk egy picit bele a történetébe, hiszen ahhoz, hogy a fótidal megszülethessen, valakinek ennek a technológiáját ki kellett találni, ezért is mondhatjuk azt, hogy magyar. Igen, hát ez a név az Jedlik Ányos nevéhez kötődik, ő egy bencés szerzetes, aki éveken keresztül kísérletezett tulajdonképpen gázokkal, hogy lehet folyadékban elnyelettetni tulajdonképpen, és itt az egyik termék volt a széndioxid, és foglalkozott ő máshol is, mert foglalkozott annak idén oxigénnel is, ami most kerül divatot, de igazából ez egy nagyon régi próbálkozás is, de a szódavíz állta ki igazából az idők próbáját, a széndioxidra való elnyeletés, ugyanis ott egy fizikai együtt, tehát a víz meg a széndioxidnak a kötése mellett van egy kémiai kötés is, amivel ők tulajdonképpen kapcsolatba lépnek egymással, és ezáltal egy nagyon kellemes terméket hoztak létre, ami nem csak az, hogy egészséges, de környezetbarát is, egy természetes tartósítószer, frissítő hatása van az egésznek, és ebből jött létre tulajdonképpen a szódavíz, és Jedlik Ányos ezt kezdte el tulajdonképpen kis üzemekben, először csak a saját üzemét fejlesztette ki, és dolgoztak ki ennek a technológiáját, hogy kell igazából ezt gyártani, és terjeszteni, és értékesíteni, és fogyasztani, és utána kezdte el kiépíteni ugye Magyarországon az egész kisipari hálózatot, hogy mások is tudjanak ilyen terméket gyártani, ne csak az ő üzemében legyen szódavíz. És ezáltal egész országra elterjedt. Köszönöm ezt a történetet, mert ugye mi arról nem nagyon tudtunk, hogy Jedlik Ányos tulajdonképpen egy praktikus ember volt, és meg is szervezte ennek a létrehozását is ezek szerint az üzemeket. Tehát egy olyan dologról beszélünk, ami tényleg magyar. Mennyire ismerik ezt el külföldön is? Hát igazából külföldön is elismerik, és külföldön is próbálkoztak ezzel a úgymond szénsavadúsított víznek az előállításával, tehát akár Angliában is Presley is foglalkozott ezzel, de Németországban vagy Európában is más szinten is foglalkoztak ezzel, de majdnem mondhatjuk azt, hogy igazából Magyarországról terjedtek el ezek a technológiák, vagy Magyarországról mentek az országban mindenhol, Európában mindenhova, de nem csak Európában, tehát nyugodtan említhetném Dél-Amerikát is, mert Argentinában is van például, sőt mai napig Argentinában is, és különböző más országokban is használnak és forgalmaznak és gyártanak szódavizet, viszont a ma napjainkban minden Magyarországról megy. Magyarországról megy a gépek, a technológia, a palackok, a fejek, tehát Magyarországról kitelepült emberek elkezdtek kint vállalkozásokat létrehozni, de tudok ilyet Svájcból, Angliában napjainkban például angol pubok elkezdtek ezzel foglalkozni, de Lengyelország, Románia, Ukrajna sajnos. De jó ezt hallani. Ott is foglalkoztak vele, és igazából a környező országokban, Horvátország és mindenhol Magyarországról viszik a technológiát, a termékeket, és a helyi vízből, a helyi szakemberekkel úgymond előállítják a szódavizet, és ott is forgalmazzák az ottani lakosságnak, vállalkozásoknak, vendéglátónak, vagy aki szereti a szódavizet. Na most akkor végül is visszakanyarodunk oda, hogy miben lehet ezt tárolni, hiszen azt mondja, hogy ez szabvány, nem lehet akármiben odaadni a közönségnek. Így van, tehát ez a szifonfejes technológia, ami igazából a szódavíznek egy elválaszthatatlan része. Ennek több előnye is van igazából, amit annak idején Jedlik Ányos kezdett el kidolgozni és hozott létre. Persze azóta a technológia, meg az anyaghasználat, meg a különböző felhasználási módok finomultak. Ez a szifonfejes technológia azért jó, meg is azért kell, hogy a szén-dioxid tartalmát folyamatosan megőrizze a víz, mert amint egy palackba csak beletöltenénk a vizet és a szén-dioxidot, ott azonnal elkezdene ez a kémiai kötés felbomlani, és elkezdene elbuborékolni belőle a szén-dioxid gáz. Viszont ez a szifonfejes technológia megőrzi az utolsó cseppig szinte, és csak ami kimegy, vagy kiáramlik a palackból, az kezd valamilyen szinten veszíteni, de az egybefogyasztásra kerül, ezáltal mert csak annyit nyomunk ki. Így van. Ezáltal nincs akkora nagy veszteség ennek a dolognak. És ennek igazából még két nagy előnye is van, vagy két irány van, amire a fogyasztók használják. Az egyik a fröccs, amit tudunk. Ajaj, nyáron nincs jobb. Így van. A másik pedig a málnaszörp és a gyerekeknek tulajdonképpen a limonádi fogyasztáshoz is fel lehet használni. Nagyon frissítő, mintha ezek a buborékok tényleg elkezdenének bennünk játszani. Viszont akkor kérdezem, hogy mennyire divat ma szódavizet inni? Nagyon sokan veszik a különböző palackos vizeket, aminél tudjuk, hogy nem is olyan egészséges, hogy fogyassz-e a lakosság. Én legjobb ízű szódát kocsmában találok, mert ők ilyen nagy ballonba, vagy nem tudom minek hívják, és abból adja, és annak más az íze. Igen, tehát amiről tetszik beszélni, tulajdonképpen háromféle alapvető kiszerelés van. Az egyik a nagy rozsdamentes balon, napjainkban már rozsdamentes, tehát korszerű kiszerelésben van. Ez 25 ez egy szabványbalon, úgy szintén benne van a szikvizes szabványban. Akkor a másik verziója az a már régi hagyományos üveg kiszerelés, ami klasszikusan vendéglátókba, éttermekbe jött vissza divatba, hogy fölterített asztalokra ki lehet tenni, kulturáltan megterített asztaltányérok. Még asztaldísznek is szép. Így van, és azon kívül még fogyasztani is lehet belőle, és akkor a harmadik verzió, ami egy olyan 25-30 éve jött körülbelül be a piac, az a műanyag palackos verzió, ami viszont korszerű, viszont ezek a műanyag palackok nem eldobhatóak. Ezek újra tölthetőek, és ezeket is a palackokat több százszor, vagy akár ha kibírja fizikailag, akkor több ezerszer is meg lehet tölteni. Tehát ezzel nem szennyezzük a környezetünket, tehát nem csinálunk szemetet, ha netán meg is semmisül a termék, mert egy idő után elhasználódik, akár az üveg, akár a műanyag palack, vagy a nagy balon, az mind az üzemben történik, tehát nem az útszélén és dobáljuk el, akkor mindjárt a cégek úgymond visszagyűjtik, vagy visszatartják, és utána mennek feldolgozóba, és csinálnak belőle más terméket, tehát nem lesz belőle szemét. Úgy gondolom, hogyha körülnézzünk az utcákon, senki nem lát az út mellett eldobható szódás palackokat, több okból is, mert hogy ez egyáltalán újra tölthető, kettő nagyon nagy értéket képvisel a termékhez képest. Hát ezt nagyon nagy örömmel halljuk, hiszen tudjuk, hogy éppen most vagyunk benne a körforgásos gazdaság, lehetőleg a fenntartható, hogy minél kevesebbe kerüljön, akkor tulajdonképpen ezek a szódás palackok és ballonok mindennek megfelelnek. Így van, tehát igazából, hogy 200 éves technológiáról beszélünk, meg termékről beszélünk, annak ellenére, hogy a 21. században is teljesen korszerű, mert egy rövid ellátási lánccal lehet forgalomba hozni, ugyanis közvetlenül a gyártótól a fogyasztóhoz megy, nincsen nagyker, kisker, viszonteladó, stb. Hanem egyből a fogyasztóhoz megy, akár egy vendéglátóba, akár egy magánemberhez, vagy akár egy céghez, mint védőital, emiatt fenntartható, kevés energiaköltséget kell belefektetni, tehát környezetszennyezés, üzemanyagszennyezés, a műanyagpalackokra, amiről beszéltünk, tehát megint egy környezetbarát termékről beszélünk, annak ellenére, hogy tényleg nagyon régi termék, de 21. században maximálisan megállja a helyét. Hát akkor itt az ideje, hogy beszéljünk arról a bizonyos projektről, ami viszont nagy segítsége lehet sok vállalkozónak. Milyen témákban indult? Igazából a szikvízeseknek a 21. századhoz való felzárkózása szerettünk volna segítséget nyújtani ez a digitális világhoz. Itt igazából marketingre gondoltunk, képzésekre, oktatásokra, gépfejlesztésekre szeretnénk bemutatni a szódásoknak, hogy merre kéne elindulni, hogy ez a 21. században is egy tényleg egy korszerű szakma legyen. Lehet azt tudni, hogy egyáltalán hányan foglalkoznak? Hát felméréseink szerint kb. 400-500 szódás vállalkozás van Magyarországon, ez azt mondom, hogy kevés sajnos. A csúcsidőben, amikor nagyon toppon volt a szikvíz társadalom, akkor az ilyen 5-5500-ról beszélgettünk, de azt mondom, hogy 10 évvel ezelőtt is még, vagy 15 évvel ezelőtt is ilyen 1000-1100-as társadalom volt. Sajnos kiöregedőben van a szódás társadalom. És ez mit jelent, hogy magát, szódavizet exportálunk, vagy pedig csak a know-how-t? Nem, szódavizet nem exportálunk, tehát pontosan a termék jellege miatt, a göngyölleg miatt ezeknek a szállítása csak egy lokális piacra működik igazán jól, mert a göngyöleget elszállítani és visszaszállítani, ez nagyon nagy költségeket jelent. Tehát igazából ez mindig egy lokális piacot szolgálunk ki, és a vállalkozások mindig egy lokális piacra elviszik a technológiát, és ott kiépítik a saját üzletkörüket és a saját piacukat. Akkor pláne, hogy érdekel, hogy tudnak akkor kommunikálni, hiszen a körülöttünk levők is már a digitális világban élnek, ahhoz, hogy könnyen, gyorsan elmondjuk, megmutassuk, szintén kéne egy digitális technika. Mennyire bevett gyakorlat ez, vagy mindent most kell megtanítani? Hát hál' Istennek azért nem, mert azért a szódások is között is vannak fiatalok, vannak apáról fiúra, lányra, tehát családon belül öröklődik ez a szakma, és hogyha van foganatja, vagy tehát aki szeretné is továbbvinni ezt a szakmát, azért ott a fiatalok már valamilyen szinten a digitális világban azért ott vannak, és ezt megpróbálják használni. De vannak olyan vállalkozások is, akiknek még ez igazából újdonság, hogy internet van, honlap van, digitálisan kell lehet számlázni, rögzíteni. Vannak olyan automata gép sorok most már, akik le tudják tölteni a palackokat, ellenőrzik ezeket a technológiákat, a töltését, tehát nem manuálisan készül. Igaz, mi mindig is azt mondtuk, hogy ez a szikvízipar, ez egy kézműves ipar, mert mindent kézzel csinálunk, annak ellenére, hogy vannak olyan gépek, amik összekeverik a folyadékot, a vizet, meg a széndioxidot, de akkora emberi munkaigényt és munkaerőt és kézművességet igényelt, hogy azért ez egy kézműves ipar volt régen. Ezt most megpróbáljuk egy kicsit továbbfejleszteni, technológiát bevinni, olyan számítógépeket, olyan programokat megtanítani, vagy olyan eszközöket megmutatni a szódás kollégáknak, amitől könnyebbé teszik a szakmát, mert azért ez egy nehéz szakma, tehát fizikailag is, ott kell lenni a toppon, szellemileg is, és ezt azért nagyon kevesen tudják, és ezért is nagyon kevesen viszik tovább ezt a szakmát. Tehát akkor tulajdonképpen egyszer az adminisztrációban egészen a számlázásig kell, hogy bejöjjön a digitális világ, másrészt pedig maga ezek szerint a gyártásban lehet. Például sokat beszéltünk arról, hogy a megrendelőnek mit tudok megmutatni a saját készletemből. Itt is beléphet az, hogy digitálisan mutatom meg, hogy mit küldök el. Igen, tehát nagyon sok szódás vállalkozásnak azért nincsen honlapja. Vagy nagyon sok úgy gondolják, hogy hát az a piac, ami megvan, az úgyis megvan, hát miért kéne nekünk ezt bemutatni. Sajnos be kell mutatni, a 21. században annyira gyorsan pörög a világ, és annyira új termékek jelennek meg egyik percről a másik percre, hogy azért minden terméknek akármennyire jó is szüksége van a marketingre. És az, hogy bemutatjuk a digitális világban, tehát az internet, a honlap, a Facebook és különböző médiafelületeken ezeket a termékeket, erre igenis szükség van azáltal, hogy úgymond piacon maradjunk, és ez a csökkenő tendencia, ami igazából kialakult az elmúlt 5-6-8-10 évben, ez megálljon, vagy ne adja Isten esetleg, hál' Istennek, hogy elkezdjen fejlődni. Tehát ez lenne a célunk. És készítettek valami felmérést, hogy nekik mire van szükségük, tehát akik a szakmában dolgoznak? Így van, egy kutatás felmérő céggel, vagy kutatás végző céggel csináltunk egy közös felmérést, ahol egy űrlapot állítottunk össze, vagy egy adatlapot állítottunk össze, amire ők válaszolva elmondták a véleményüket, és ezeknek a felmérésekből eredményeket szűrtünk le tulajdonképpen, vagy állítottunk össze, és ebből jött ki az, hogy milyen irányba kéne elmozdulni a képzésnél, milyen dolgokra kíváncsiak, vagy mi lenne nekik a segítség abban, hogy a vállalkozásukat továbbfejlesszék. És akkor ki is alakult már valami, hogy hogyan oktassák őket, vagy hogyan vezessék rá? Hát ez a projekt, ez most keményen benne vagyunk a közepébe. Igazából pont ott tartunk, hogy a képzéseket állítjuk össze, és erre hívjuk meg a vállalkozásokat, hogy jelentkezzenek be. Egy kicsit nehéz volt ez a vírus helyzet miatt, hogy élő kapcsolatok legyenek, vagy tehát igazából... Már is beigazolódott, hogy kell a digitális világ. Így van. Ezt is megpróbáljuk beiktatni ebbe, hogy egy digitális világban is lehet képzéseket tartani, ami máshol már természetes, de itt sajnos meg kell tanítanunk a vállalkozásokat arra, hogy kell bejelentkezni egy internetes konferenciára, tehát egy közös megbeszélés, nem csak úgy, hogy személyesen találkozunk. De most kicsit talán szabadult a helyzet, egy kicsit könnyebb lesz azáltal, hogy most kicsit lazítások vannak, jobban lehet a vírus miatt találkozni, és személyesebben is el tudjuk mondani, közvetlenül meg tudjuk nekik mutatni, hogy mit kell csinálni. Gondolom, hogy a szódagyártásban nem csak maga a termék előállításáról van szó, hanem azt el is kell juttatni, vagy a fogyasztókhoz, vagy az éttermekbe. Ez hogy történik? Igen, a szódások ezt mind saját maguk végzik, tehát ezt saját eszközökkel oldják meg, autókkal, régen annak idén lovaskocsival, tehát nagyon sok monda van, de manapság is igazából kiszállítjuk a fogyasztóknak, helyben szállítjuk, tehát egy közvetlenül értékesítéssel, úgymond az asztalukra tesszük ezt a terméket, akár magánszemély, akár vendéglátásról van szó, akár cégről, tehát teljes körű szolgáltatást nyújtunk a... És itt lehet valamit fejlődni, akár mondjuk energiatakarékosan kiszállítani? Hát mindenhol lehet mindig fejlődni, én úgy vagyok vele, hogy mindig mindent lehet fejleszteni, hál' Istennek. Hát itt is szerintem előbb-utóbb reméljük, hogy elérhetővé lesz akár a szakmának az is, hogy mondjuk egy elektromos autóval szállítsák ki, ugyanis egy lokális piacról beszélgetünk, ami rövid távról jelent, tehát nem több 100 kilométeres szállításokról van szó, hanem a helyi falvakban, a helyi településekben, ahol egy elektromos autó például tökéletes eszköz lehet arra, hogy kiszolgáljuk az ügyfeleket. Persze ez majd megint pénzkérdése, meg matek kérdése, hogy ez mennyire éri meg, és mennyire tudunk ebbe beruházni pénzt, amit esetleg a szódavízből keresünk. Nem tudom, hogy a projekt oktatásában benne van-e, de gondolom az sem mindegy, hogy ki hogy tudja reklámozni, közelvinni a fogyasztóhoz a termékét. Ebben látnak-e valami lehetőséget modernizálni? Igen, mi úgy gondolunk, hogy látunk, ezt is szeretnénk megtanítani a szódásoknak, hogy igenis reklámozni kell, igenis minden eszközt meg kell ragadni arra, hogy a termékünket bemutassuk, megismertessük a fogyasztóval, hogy ez egy hagyományos termékről beszélünk, ez egy környezetbarát termékről beszélünk, ez egy egészséges termékről beszélünk, egy tradicionális termékről beszélünk, tehát ezt minden egyes eszközzel meg kell ragadnunk, és ezt mindig hangoztatnunk kell, hogy ez egy ilyen jó termék, a szódavíz. Itt most használta az egészséges szót is, azt már tudjuk, hogy frissít, meg finom. Mennyiben egészséges? Hát azért egészséges, mert hogy alapvetően a víz az az élet alapja, és hát itt a nagy részét ezt a víz teszi ki, ami egy olyan paraméterekkel rendelkezik, ami tartós fogyasztása esetén is nem fog semmilyen problémát okozni az emberi szervezetnek. Mert a vízeknek nem lehet túlinni magunkat. Például, tehát vannak olyan vizek, amiknek olyan magas az ásványanyag tartalma, vagy olyan az összetétele, hogy az nagyon jó kúraszerű fogyasztásra, de egy folyamatos fogyasztásra már nem alkalmas. Amíg a szódavíznek pontosan, ami a magyar szabvány is tartalmazza, meg a magyar élelmiszerkönyv, olyan összetételnek kell rendelkezni, hogy ezt folyamatosan is lehet fogyasztani. Ezért egészséges. A másik a széndioxid, vannak persze ellenzői ennek, de azért a széndioxid az egy természetes tartósítószer, segíti az emésztést. A kultúrájuknak fogva, az étkezési szokásaiknál fogva, ilyen zsírosabb ételeket fogyasztunk. Ezáltal kell valami, ami segíti ezeknek a zsíroknak a felbontását, és ez a széndioxid ebben maximálisan segít. Köznyelven mondva, egy jó pörkölt nokedlival, tejfölös uborkasalátával és a fröccs. Ennél igazán nincs jobb. És ez a projekt, hogy létezik, ez milyen támogatásból jöhetett létre? A támogatást, a projektet a magyar kormány írta ki, és ő biztosítja hozzá a forrást. Ezt a pályázatot igazából bárki elérheti, és bárki csatlakozhat hozzánk. Itt, amiről beszéltünk, igazából oktatások vannak is, lehetőségek vannak is, olyan dolgokat tanulnak meg, vagy olyan dolgokat sajátíthatnak el, amivel a vállalkozásokat továbbfejlesztik. Erre készült egy honlap, ahol igazából elérhetnek minket, jelentkezhetnek, kommunikálhatunk, e-maileket válthatunk. Ez a szikvízesek.hu oldalon érhetnek el minket. Tehát akiket ez a projekt érdekel, a szikvízesek.hu-n megkeresik. Egyrészt el tudják olvasni a teljes projektet, gondolom, amivel mi nem tudunk szolgálni egy tévéműsorban. Így van. És ott tudnak jelentkezni, ha részt szeretnének venni ilyen oktatásban? Igen, az oldalon keresztül, e-mail címen keresztül tudnak jelentkezni, és akkor ők megírják, hogy mit szeretnének, vagy milyen oktatásban szeretnék részt venni. Sőt, kira lesznek írva azok a megtervezett már, meg előre beütemezett képzések is, hogy országos szinten, melyik településen, mert ezt így országos szinten próbáljuk elszórni, hogy ne csak Budapest, vagy ne csak egy központi helyen legyen, hanem kisebbek is könnyen oda tudjanak jönni, hogy mely országnak melyik részén mikor lesznek képzések, és ezt ott mind meg tudják nézni, mikor, milyen témakörben, ott tudnak rá regisztrálni, és akkor erre minden információt megküldünk a szakmába dolgozó szikvizes kollégáknak. Hát kedves Szabó István, nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljött, mindezt megtudhattuk, és gondolom, hogy nagyon sok hasznos információt tudtunk átadni a vállalkozóknak, és egy kis érdekességet a többi nézőinknek, hiszen a szóda jó dolog, és sajnos mi most nem szódával fogunk kocintani, hiszen a Tea Glóriával vagyunk, hanem egy kis igazi finom tejával. Kedves egészségére! Figyelem, figyelem! Érdekes programajánló következik. Kedves nézőink, szeretettel invitáljuk Önöket az Operaház Eiffel Műhelyházába egy igazi családi programra. A műsor címe János Vitézke. Én azt hiszem, hogy minél hamarabb szerettetjük meg, ismertetjük meg a gyerekekkel a zenét, annál jobb fogyasztói lesznek majd a későbbi zeneirodalomnak, az operavilágának, és erre ez most egy kiváló kezdeményezés, ez már nem is az első előadás, most március 20-ára várjuk Önöket. Az Operaház interaktív gyermekelőadását Petőfi Sándor és Kacsó Pongrác János Vitéz című műveiből ötvözte össze Andrássy Frigyes író, zeneszerző, aki egyben a francia királyt is játsza az előadáson. János Vitéz, Iluska, a francia királylány, a huszárok vezére szerepében a Magyar Állami Operaház gyermekkarának szólistáit láthatják. A nyáj, a huszárok, óriások, tündérek szerepében a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékeit. Zongorán kísér Andrássy Krisztina. A bátrabb nézőgyerekek egészen közelről a színpadon található párnákon ülve vehetnek részt az előadáson. A novemberben bemutatott nagy sikerű előadást az Operaház minden hónapban játsza, a legközelebbi előadás március 20-án szombaton 11 órakor lesz. A helyszín Eiffel Műhelyház, Bánfi Miklós terem. További információt az Operaház honlapján kaphatnak, avagy személyesen az Operaház szervezési osztályán és az Erkel Színház jegypénztáraiban. Tehát még egyszer, március 20-án János Vitézke, igazi családi program. Regeneratív medicínák. Sok titkot, sok tudást rejt ez a cím, és mi bizony hónapról hónapra kibontjuk, fejtegetjük ezeket a dolgokat. Persze én csak kérdezek, aki válaszol, az nem más, mint Miskó József, az egészség nagykövete. Hát azt hiszem, hogy ennél aktuálisabbat, mint hogy tavaszi vitalitás, nem találtunk volna témának, és köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy velünk. Én is sok szeretettel köszöntelek téged is, köszöntöm a tévénézőket, és engedjék meg, hogy külön hadd köszöntsem most a hölgyeket, és rajtad kívül azokat a hölgyeket, akik folyamatosan nézik a műsorodat, illetve a közös műsorunkat is úgy, hogy fogadják szeretettel most így Glóriának. Hát jelképesen, akkor ezt a csodálatos orhideát én küldöm minden kedves hölgynézőnknek. Neked is nagyon szépen köszönjük, hogy gondoltál ránk, és akkor kezdjünk bele, hiszen itt a tavasz, és ilyenkor az egy ilyen, hogy persze nem érzed magad annyira jól, mert itt a tavaszi fáradtság. De mi az? Igen, hát én inkább tavaszi vitalitásról beszélek most, mert azt hiszem, hogy mindig a jó oldalát nézzük a dolgoknak. De azért nyilvánvaló, hogy a tünetek, a kedélyállapotunk, a lelki állapotunk, a fizikai érzetünk az inkább egy kicsit fásultabb, fáradékonyabbak vagyunk, aluszékonyabbak is vagyunk ilyenkor, szinte húz az ágy, szoktuk mondani, reggel, délbe, este. Aztán erőtlenséget is tapasztalunk, van, akinél jelentkezik gyakrabban enyhe fejfájás, vagy ingerlékenyebbek vagyunk, ezt sokszor most én is látom, inkább sajnos a közlekedésben. Na, mitől van ez? És ilyenkor mindig azt szoktuk mondani, hogy persze a tavaszi fáradtság. De mi is ez valójában? Hát a tavaszi fáradtság valójában nem egy betegség, hanem a szervezet normális reakciója, amikor a téli üzemmódról egy tavaszira váltunk át. Ez az átállás azonban ugye több problémát vet fel. Hát elsősorban, ugye, amit ilyenkor szoktak mondani, hogy bizony azok a vitaminok, ásványok kihiányoznak a szervezetünkből. Hát ebbe is van némi igazság, hiszen a tél során megcsappan a vitamin és ásványanyag készletünk is, és ez kihat a biológiai állapotunkra is. Tehát akkor tulajdonképpen ez, amit télen a mozgással elveszítünk, a fény hiányával, és amint említetted, a vitaminokkal, ásványi anyagokkal, ezt valahogy pótolnunk kéne. Igen, hát ugye több ok összetevőjéből adódik ez az állapot. Itt már kitértünk arra, hogy a vitaminok, ásványok is kevesebb a szervezetünkben ilyenkor. Kevesebbet is mozgunk, mert hát ugye télen inkább a kályha mellett ülünk, szeretjük a meleget, bár aki tehet, ugye az ilyenkor is megy mozogni, sielni, korcsolyázni, ha lehet, de hát ez azt hiszem, hogy mostában nem mindig jellemző. Ebben a hektikus télben nem lehet tervezni. Igen, így van, és gyakorlatilag ez is hozzájárul ehhez az állapothoz. Aztán van még egy másik fontos dolog is, hogy a táplálkozásunk sem olyan dinamikus. Inkább egy kicsit ugye olyan élelmiszereket viszünk be, ami kalóriadúsabbak, kevesebb friss zöldséget, gyümölcsöt viszünk be a szervezetünkbe, és lelassul a sejtekben az anyagcsere. Na most ennek hatására ugye a sejtekben sokkal több salakanyag marad, ami szintén terhelőre hat a szervezetünkre. Ilyenkor szokták mondani azt is, hogy a tél során érdekes mód összemennek a ruháink, mi meg kitágulunk. De szépen van mondva. De van egy másik érdekes ok is, amiről eddig nemigen beszéltek, talán ez pedig a hormonháztartás változása. Jé. Hogyan függhet ez össze a tavaszi fáradtsággal, a tavaszi levertséggel? Hát, amikor azt mondtam az előbb, ugye, hogy több az alvásigényünk. Ez hogy függhet össze ezzel az időszakkal? Hát nem tudom, mert tulajdonképpen télen hosszabbak az éjszakák, aludhatnánk többet. Hát alszunk is egyébként, többet elpihedünk egy kicsit délután, pont azért, mert a melatonin és a szerotonin hormon ebben az időszakban egy úgynevezett szezonális átálláson vagy ingadozáson megy keresztül. Ennek az a lényege, hogy télen ugye a nappalok rövidebbek, és éppen ezért kevesebb napfény éri a szervezetünket. Fokozódik ezzel párhuzamosan a szervezetünk, fokozza a melatonin termelést, vagy képződést, és ez azzal nyilvánul meg, hogy nagyobb az alvásigényünk, hiszen az melatonin az az alvás időszakában keletkezik. Ugye szokták mondani, tanácsolják, inkább úgy mondom, hogy 10 óra környékén azért kezdjünk el aludni, pihenni, mert éjszaka ez egy nagyon fontos hormon, ami segíti a regenerációt is. Na most a tavasz közelettével ugye napszakok változnak, hosszabb lesz a nap, több napfény ér bennünket, és ilyenkor a szervezet egy kicsit, hogy is mondjam, csak bizonytalan állapotba kerül. Már nem növekszik annyira, tehát a melatonin produkció úgy mondjuk csökken, és átmeneti zavar keletkezik ilyenkor a két hormon, a melatonin és a szerotonin közt. Ugye a szerotonin a boldogság hormon. És ez is előidézi azt, hogy bizony fáradtabbak vagyunk egy kicsit, nem találjuk a helyünket, többet szeretnénk még aludni, mert ez az átállás, ez hormonszinten is megterheli a szervezetünket. Na most nekünk ugye van, ma a címünkből is ismeri mindenki a regeneratív medicinák, ami egy rendszer. Hogyan kapcsolható ez a tavaszi fáradtsághoz? Vagy főleg a vitalitáshoz, mert arra jobban kíváncsiak vagyunk. Hát ugye ez a módszer és program 6 éve Magyarországon is egyre kedveltebb, hát mert nagyon sok adásban elmondtuk, hogy milyen biológiai segítséget ad a szervezetünknek, hogyan támogatja teljesen a jó működést. Igen, és a különböző egészség problémák megoldását is hogyan segíti. Na most itt jön be az, hogyha alkalmazzuk az ősejt programot, ugye, hogy mindig új ősejt aktivitás van a szervezetünkben, akkor ezek a sejtek fiatalabbak. Jobban bírják az átállást, hogy úgy mondjam. 2, hogy ugye a táplálkozás során rengeteg, vagy sokkal több salakanyag marad a szervezetünkbe. Ilyenkor szoktunk böjtölni is. Ugye most van a nagy böjt időszak, aminek nem csak olyan szerepe van, ugye, hogy az egyház előírásait követve csináljuk, hanem tudatosan csinálták őseink is, hogy meg kell szabadulni a felhalmozott salakanyagoktól a szervezetbe, és erre ezt az ideológiát adták meg. Na most itt van jelentősége annak a készítménynek, ugye, amely enzimeket tartalmaz, mert segíti a sejten belüli feldolgozásnak a felgyorsítását. Akkor az ősejt készítmény alapja ugye az a készítmény, amelyről klinikailag visszaigazolták, hogy segíti a hormonháztartás egyensúlyát, például segíti a szerotonin szintnek az egyenletes szinten való tartását. Tehát azok, akik ezt rendszeresen alkalmazzák, tavasszal nem panaszkodnak fáradtságra, melankólikus, depressziós jellegű állapotra, mert ez a hormonszint kiegyensúlyozott ilyenkor, tehát ezért is javaslom, hogy használják ilyenkor a készítményt. Szinte észre se vesszük, hogy tavaszon. Itt jön az, hogy megtartottuk a vitalitásunkat. Akkor a másik olyan készítmény, amely ugye tavaly került, vagy tavaly fejlesztette a cég, és kaptuk meg, aminek pont az a szerepe, hogy a sejten belüli salakanyagokat kezdje el eltávolítani. Tehát megint csak a szervezet megszabadul azoktól a ballasztanyagoktól, amelyek egyrészt méregként is hatnak a szervezetünkre, másrészt meg ugye a súlyunkat is megnövelik ilyenkor. Aztán a harmadik dolog a keringésnek a segítése szintén hozzátartozik. És van egy nagyon fontos plusz készítmény, ugye ez egy olyan összhatású készítmény, aminek a nevébe is bent van az, hogy megtalálható bent minden olyan vitamin ásványanyag. Hát az csak a szerelem, ámor vincit omnia. Igen, ez az omnia, így van, amiben egy kapszulában megtalálható mindazok a fontos anyagok, amelyek ilyenkor már hiányoznak a szervezetünkből. És az elmúlt évek megfigyelése alapján tudom mondani, meg nagyon sok olyan tesztet is elvégzünk, aki kéri, hogy lássák az állapotukat, és visszaigazolódik mindig az, hogy a szervezetünk alapregulációja, tehát amit az előbb említettem, a sejten belüli jól működés, a jó anyagcsere, a sejtmembránok átjárhatósága, az új őssejteknek a jó működése, az igazából azt jelenti, hogy ha kevesebb vitamint is viszünk be, jobb a hasznosulás. Tehát a vitalitásunk, az energiaszintünk teljes egészében egy fiatalos, lendületes, és a kedély állapotunk is ilyen. Tehát akkor most jó sok mindent mondtunk el egybe, szerintem kedves nézőknek egy kicsit így nő a feje, hogy mi mindent kéne tudni. Kezdjük vissza, menjünk megint előről. Enzimek. Az tulajdonképpen a ma annyira divatos szó, a digestív, hogyan emésztesz, ennek lehet, gondolom, az egyik alapható anyaga. Igen, így van, tehát az egyik készítmény gyakorlatilag tartalmazza a 11 legfontosabb enzimet, az emésztőenzimet, tartalmaz egy olyan plusz összetevőt, ami a bélflóránkat frissíti fel ilyenkor, hiszen nagyon fontos az immunrendszerünk, közel 75-80%-a a mikrobiumállománytól, a bélrendszerünk állapotától függ, és nyilvánvaló, hogy ez mind hozzájárul a tavaszi vitalitáshoz, és nem érzünk fáradtságot. Hát azt hiszem, hogy ez mindannyiunkra ráfér, egy kis emésztés, meggyorsító, segítő, kiegészítő enzim, és ezek szerint különböző mikroflórák, meg egyebek. Igen, bevitele. A bélflóra egyensúlyának a visszaállítása. És ami még ugye itt szintén fontos, a hormonháztartás rendbetétele. És ugye ez az az alapkészítmény, amiről annyit beszéltünk, hogy ebbe tudja az legtöbb segítséget adni most ilyenkor a szervezetünknek, tehát nem kell élénkítő készítményeket, vitalizáló készítményeket, vagy energiabomba készítményeket bevinnünk, mert ha a szervezetünkben ezek a folyamatok rendben vannak, akkor mi is rendben vagyunk minden szinten. Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen maguk az őssejt aktiválók is a szervezetben játszódó folyamatokat hozzák rendbe. Igen, tehát ugye képesek arra a feladatra, hogy a már nagyon öreg, elfáradt vagy éppenséggel beteg sejtjeinket lecserélik eredeti fiatalra, és ez non-stop folyamatosan működik. Egy érdekesség, hogy nagyon sok esetben lehet hallani most már, hogy egyre több helyen előkerül az a szó, hogy funkcionális őssejtek munkába állítása, és azt tudom mondani mindenkinek, hogy igazából ehhez a kulcs ebbe az egy termékbe található meg jelen pillanatban, mert az az egy hatóanyag, ami a funkcionális őssejtek kulcsa, az jelen pillanatban itt található. Ezen kívül, hogy megint csak, hogy hatóanyag közelbe hozzuk ennek az egész rendszernek az egyes darabjait, az maga az omega-3 telítetlen zsírsav, hiszen az kéne, hogy minél több telítetlen zsírsav kerüljön a szervezetünkbe, és ha megnézzük a közértben, biztos, hogy mindig nagyobb arányban van a telített zsírsav tartalom, úgyhogy erről, ha egy kicsit hallhatnánk. Igen, hát a szervezetünknek nagyon fontos a megfelelő omega-6, omega-3 egyensúlya, bár itt mindig azt szoktam mondani, hogy a kényes egyensúlyról lehet beszélni, mert az a készítmény, amely itt található, pont ezt a kényes egyensúlyt tartja rendben. Igaz, hogy a táplálkozásunk nem tartalmaz megfelelően arányaiba telített és telítetlen zsírsavakat, ezért célszerű olyan készítményt használni, amely ezt teljes egészében egyensúlyba hozza. Csak omega-3 bevitele a szervezetnek, én mindig azt szoktam javasolni, hogy csak kúraszerűen. Tehát 3-6 hónap, amit azt mondom, hogy pluszba érdemes bevinni omega-3 zsírsavakból, utána már törekedjünk az egyensúlyra. Ugyanis az omega-3 és az, ha túlsúlyba kerül a sejten belül, az energia problémákat vonhat maga után. Tehát a szervezetünk nagyon kényes egyensúlyba működik, és ezt az egyensúlyt nem célszerű úgymond túladagolással felborítani, még hogyha úgy gondoljuk, hogy nem teszünk kárt a szervezetünkbe, bizony lehetnek azért itt problémák. Tehát ezért az a készítmény, ami itt található meg, tudományosan van összerakva, és nagyon szinergikusan. Tehát ezért tapasztaljuk a különböző vizsgálatok, kontrollok alapján, hogy helyreáll az omega-6, omega-3 aránya, és a funkciók is a legjobban működnek itt sejten belül. Hát kedves nézőink, egyre jobban értjük ezt az egész egymásra épülő rendszert. Én szeretném, ha még egyszer kiemelnénk azt, hogy a vitalitáshoz miért fontosak ezek? Hát a vitalitáshoz következők miatt fontosak. Először is ugye az legújabb készítmény a napi sejtszintű méregtelenítés, vagy tisztítást végzi el. Ami tiszta, az jobban működik, ezt tudjuk. Az enzimkészítmény pedig a kémiai folyamatok, a metabolikus folyamatok, a sejten belüli feldolgozás képességét adja maximálisan, ami megint csak erőt ad a szervezetünknek, a sejtjeinknek. Az komplex omega készítmény ugye az omega-3, omega-6 arányát állítja be, sejtmembrán átjárhatóságot biztosít, tehát megint csak az energiánkhoz járul hozzá, vitalitásunkhoz. Az Omnia nevű készítmény, mindent legyőző csoda tartalmaz az összes vitamin társványanyagot, ami a napi működéshez kell, tehát nincs felhalmozódás a szervezetben, vagy túladagolás ezekből a vitaminokból, tehát ilyenkor szintén egy vitálisabb energiával rendelkezünk, és hát a legfontosabb maga a feldolgozó, a legkisebb egységünk a sejt, az alapkészítmény ugye egyrészt azáltal, hogy ezeket a funkcionális őssejteket indítja be és dolgoztatja, így ugye, amit említettem, a hormonháztartás, a szerotonin hormonnak a magasabb szintre emelését automatikusan biztosítja, tehát észre se vesszük, hogy évszakváltás van, és esetleg a biológiai vagy a bioritmusunkba zavar támad ilyenkor. Hát nagyon szépen köszönjük, amit még fontos tudni, hogy interneten is találkozhatunk Miskó Józseffel, aki előadásokat tart. Mikor? Minden héten csütörtökön este jelentkezni lehet a weboldalon, a www.egészségnagykövet.com-on. Aki ott jelentkezik és ír, annak elküldöm a belépési linket, meghívom ezekre az előadásokra, amelyekre egyre többen és többen jelentkeznek. Hát én nagyon-nagyon örülök ennek is, és köszönjük szépen ezt a sok tanácsot. Én azt mondom, hogy igyekszünk megfogadni, igyekszünk egészségesebben élni, és remélem, hogy jövő hónapban megint érdekes dolgokról tudunk beszélni. Én is köszönöm, és csak annyit tudok kívánni, hogy mindenki legyen vitális itt tavasszal, mert jön a nyár. Olvasólámpa. Megint rátaláltunk egy olyan két kötetes műre, amit nagyon-nagyon szeretném, hogy tudjanak, hogy létezik, hogy csodálatos, hogy gazdag, de egy biztos, aki azt meri mondani, ilyen nehéz, hogy a kultúra könnyű, hát annak nincs igaza, mert ez csak az egyik kötete a Magyarország ragadozó madarai és bagjai című kétkötetes műnek, hogy hát ember legyen a talpán, aki ezt kézben tartva tudja olvasni. És nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom önöknek Haraszti László ornitológust, aki most ennek a kétkötetes műnek a szerkesztőjeként ül itt a stúdiónkba. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk, és mindezt megmutatja nekünk. Köszönöm én is a meghívást. Annyit pontosítanék, hogy az egyik szerkesztője, mert a másik szerkesztője Bagyura János barátom. Tehát akkor ezek szerint ketten dolgoztak rajta. Mennyi ideig? Nagyon pontosan megmondom, 35 hónapig. Hú! De a benne levő munka az 48 év. Hát akkor egy kicsit ismerkedjünk meg önnel, hiszen azt mondtam, hogy ornitológus, de gondolom, hogy az élet számos területén tett már dolgokat. Egy kíváncsi. Igen, hát a leginkább madarakkal foglalkoztam sokat, de természetvédelemmel is. Ugye a természetvédelem az tágabb, mint a madárvédelem, mert abban minden van. A más állatfajok, élettelen természeti értékek, barlangok, sziklák, geológiai képződmények, és természetesen a növényvilág, benne az erdők is. És hát ezeknek a gyakorlati védelmével, illetve sok-sok éven keresztül a minisztériumban, az irányításban is részt vettem. Ezek szerint a madarak szerelmese, ez biztos. Lehet így is mondani. Megtudhatjuk azt, hogy hány madár van benne? 48 faj szerepel a két kötetben, ez úgy jön össze, hogy 12 bagolyfaj, 9 sólyomféle, és 27 nappali ragadozó madár, tehát a sasok, öyvek, héják, rétisas, kígyás, szőv és társaik. Az ember nem is gondolná, hogy Magyarországon ennyi faj él, egyáltalán mennyire élnek ma nálunk a madarak? Van-e probléma az élőhelyükkel? Hát rengeteg probléma van. Az emberi tevékenység következtében nagyon sok madár Magyarországon is, Európában is, és világviszonylatban, de nem csak madár, hanem más élőlény is fokozatosan és folyamatosan veszti el az élőhelyét. Egyrészt ez azért történik, mert ugye erdőírtások, másrészt pedig gyepterületek, amiket különbözőképpen hívunk ugye a földrészeken, a szavannától a pampákig, stb. Ezeknek a feltörése és szántóföldi művelésbe való átalakítása, illetve az intenzív és az még intenzív és a még intenzívebb gazdálkodás. De ez csak az egyik része, ez az élőhelyvesztés. Vannak nagyon komoly, direkt a madarakra ható problémák. Az egyik ezek közül, és akkor itt mondjuk Magyarországot is ide kell érteni, a mérgezések, amelyek sokszor szándékosan a madarakra irányulnak, sokszor pedig véletlenszerűen a madarakat is eltalálják, de nem ők a fő célpontok. És ezeknél a nagytestű madaraknál, mint a ragadozó madarak, bagyok, de ide kell tekinteni a gólyákat is, ezeknél az áramütés egy nagyon súlyos probléma. Ez úgy tud megtörténni, hogy a középfeszültségű szabad légvezetékek tartóoszlopainak a szerkezete sok helyen olyan, hogyha fölszáll a madár rá, akkor áramütést tud szenvedni. Most nagyon komoly összefogással az áramszolgáltató vállalatok, civil szervezetek, az elektrotechnikai múzeum, sok-sok mindenkinek az összefogásával ezen a területen nagyon jelentős előrelépések történtek Magyarországon, de hát az 50 000 kilométernyi kedvezőtlen műszaki tulajdonságokkal rendelkező hálózatnak a teljes lecserélése az nem egy-két év. Hát az az igazság, hogy nézőink sokat hallottak akár a mérgezésekről, akár az egyéb fenyegető dolgokról, hiszen a Hortobágyi Madár Kórház igazgatója rendszeres vendégünk, de épp ezért azt hiszem, hogy ez hiánypótló, meg hát talán az utókornak is így az összes fellelhető madárfajta, ragadozók és bagyok. Igen, azt kell tudni, hogy utoljára ilyen átfogó, tehát minden ragadozó madarat és bagyot ismertető könyv 1943-ban jelent meg. 43-ban, a háború alatt, magánkiadásban. Egy professzor Nagyjenő nevű debreceni zoológus professzor adta ki, ő is írta, egy zseniális könyv, de hát értelemszerűen szinte hozzáférhetetlen. Egyáltalán hogy lehet ezt kiadni, hiszen ennek borzasztó nagy költsége van, majd mindjárt rátérünk, hogy hogy jöhet létre egy ilyen gazdag könyv. Ki támogatja, vagy ki az, aki ezt? Hát a kiadója az a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, és hát annak is elsődlegesen ugye a ragadozó madár védelmi szakosztálya. A könyv ugye 2000 példában jelent meg, és úgy kalkuláltuk ki az árát, hogy az nagyjából egészéből kijöjjön, de hát talán sok mindenki szembesült azzal rajtam kívül is, hogy a papírára az az elmúlt 3 hónapban olyan mértékben növekedett, hogy hetente milliókkal ugrott. És akkor jött az a pillanat, hogy hát ezt nem lehet kiadni, és akkor kerestünk támogatókat, és találtunk a közalapítványok, a Szomorgazdaság és az Ezri Magyarország Kft. Segítségével végül is sikerült összeszedni annyi pénzt, hogy nagyjából önköltség környéki áron értékesítjük, de így is meg tudtuk jelentetni. Mennyire számoltak az érdeklődésre? Volt-e valami fölmérés? Igen, a ragadozó madarak iránt ugye nagyon széles az érdeklődés, mert nem csak a madarászok, nem csak a természetvédők, nem csak a vadászok, vadgazdálkodók, hanem a társadalom szélesebb rétegei is, hiszen hogy a sasok, sólyom, turul, stb. Ezek belelógnak azért a kultúrának, a történelemnek, az irodalomnak egy csomó olyan részébe, amitől mondjuk nagyobb az érdeklődés irántuk, mint mondjuk egy szürke gém iránt, vagy egy dankakirály iránt. Ezt megpróbáltuk fölmérni, ez ugye nagyon nehéz. Ma Magyarországon 1000 példánynál nagyobb számban kiadni könyvet, azt azért nagyon megnézik a könyvkiadók, hogy belevágjanak-e vagy nem. És hát mi ugye a vadászkamarával való együttműködés eredményeként eljutottunk odáig, hogy ők megvásároltak előre 760-at. És akkor ez tette lehető. Ez volt egy bázis. Hát ez azt jelentette, hogy az akkor már biztos, hogy gazdára lelt, és akkor hát így a 2000-es példányszámot. De a 2000-es példányszámot azért elmondanék két érdekességet, vagy egyet inkább, hogy én nekem 1984-ben és 88-ban is megjelent egy-egy könyvem, amiben minden madár benne van, tehát az egyik a fészkelők, a másik a nem fészkelők. Ezt még annak idején a mezőgazdasági kiadó adta ki. Hát a Magyarország fészkelő madarai könyv az 30 000 példányban jelent meg. Hihetetlen. És a Magyarország madár vendégei, az pedig 47 000 példányban. Hát ez ma olyan szám, amit hát szóba nem jön. Hát 1-2 ezer, és újra nyomnak mindent, mert ma már ugye az újranyomás az egy sokkal-sokkal egyszerűbb történet. Annak idején hát úgy szedték ki ugye a betűket, és ha egyszer befejezték a nyomást és kiszedték a betűket, akkor újra kellett volna szedni, és az horrorisztikus összeg. De hát volt ilyen világ is. És nem a holdba, és nem a nagyapáink idejében, hanem nem is olyan régen. Nem is olyan régen, igen. Na akkor kezdjük el még egyszer az adatokkal. Hány kép van benne? Hány madár még egyszer, hiszen felfogni sem tudjuk igazán. Tehát 48 madárfaj szerepel a két kötetben, 1020 fénykép illusztrálja a két kötetet, ezt zárja meg, hogy 4000 képből válogattuk ki az 1000-et, aztán 1620 oldal, és mindenkit beleszámítva, tehát szerzőket, lektorokat, beleértve a szakmait, a nyelvit, olvasószerkesztőt, a fotók készítőit, a tördelőt, a nyomdai előkészítőt, akiknek a neve szerepel a kötetbe, ábrakészítők, stb. Ők együttesen 194-en vannak. Hát ez már egy kisebb város. Hát nem szoktak manapság ilyen nagy létszámú csapattal könyvet készíteni, az biztos. És mi ennek a logisztikája, hogy két ember mindezt összefogja? Ez egy nagyon nehéz feladat, tehát ezt ki kell találni, hogy hogy fogjuk össze. Tehát az egy, ha 3-4 szerzővel dolgozik valaki szerkesztőként, hát akkor mindenre emlékszik. Na de hát ennyi embernél képtelenség, ráadásul ugye a fotók esetében hát a 171 fotósnak a képei vannak benne, hát ott azért már az azonos nevűek, tehát a horváttal kezdődő, a Kováccsal, a nagy, azok is olyan számban vannak, hogy hát erre külön szisztéma. De csodásak a fotók, minőségi fotók. Hát azt igyekeztünk kiválogatni a legjobbakat. Az az igazság, hogy van benne néhány olyan kép, ami valóban egészen bravúros, de összességében is nagyon szépek a képek, de azt azért elmondom, hogy egy ilyen könyv esetében nem csak az a szempont, hogy a kép extra minőségű legyen, hanem az is fontos, hogy amit láttatni akarunk a madáron, valamilyen toll, öregkori, fiatalkori, hím, tojó, stb., az látszódjon. Tehát a tematikája sem. Igen, tehát lehetnek olyan képek, ahol egy pici kis engedményt teszünk a minőség rovására, mert azt, amit mutatni akarunk, azt azon a képen lehet a legjobban látni. Ez nem azt jelenti, hogy homályos képek vannak benne, de nem biztos, hogy mindegyik egy első díjat nyerne egy fotópályázaton. Jó, hát tényleg nem ez a cél, de meg kell mondjam, hogy maga a könyv nekem azért is szimpatikus, mert olvasható, nem egérból, ha pici betűkkel, hanem egy normál olvasható. Igen, a könyvet Rózsa András barátom tördelte, akivel már nem is tudom mennyi könyvet csináltunk, és én nagyon szeretek vele együtt dolgozni, mert nagyon értjük, hogy mit akarunk. Én nagyjából tudom, hogy mit akarok, ő meg tudja valósítani, és hát ez úgy szokott kezdődni, hogy akkor csinálunk egy próbafejezetet, azt addig alakítjuk, amíg mindenkinek nincs a tetszésére, és akkor utána az szerint kezdődik az összes többi fejezetnek és képnek az elrendezése, beállítása, a betűtípus kiválasztás, a színezések, stb. Látom, hogy minden egyes új címnél, tehát egy új madárnál van egy kis grafika is. Igen, ez is egy tudatos döntés volt azért, mert az elmúlt 30 évben mondjuk nem csak a természetfotózás és benne a madárfényképezés ért el bámulatos színvonalat, hanem a grafikusaink is egyre magasabb színvonalon dolgoznak, most már többen vannak közülük, akik idegen nyelvű könyvek illusztrálásával is foglalkoznak, és hát a Kókai Szabolcs barátom pedig az összes Magyarországon előforduló ragadozómadarat megfestette, és akkor hát így betettük, hogy akkor a grafikusok is szerepeljenek a könyvbe. Szerintem egy jó házasítás, és egyáltalán műfajok, ha találkoznak. Na most kiknek szánják még, azon kívül, aki nagyon madárbarát? Hát természetesen a madarakkal foglalkozóknak, a természetvédelem, állami természetvédelemben vagy civil természetvédelemben dolgozó szakembereknek. Hát azt már ugye említettem, hogy a vadászkamara vett 760 darabot, tehát a hivatásos vadászok is a célközönség része. És hát mindenki, aki ezen kívül egy olyan könyvtárat építget magának otthon, amelyikben azért van természettudomány, van kultúra, van művészet, van történelem, és hát nyilván van egy csomó olyan ember, aki a fotó oldalról fogja megközelíteni. Igen. Tényleg gyönyörűek a fotók. Mondjuk egyszerű magánemberként ez az egyetlen bajom, hogy ezt csak asztalon lehet nézegetni, természetesen, mellé ülni. Igen, de amikor ezt elkezdtük, akkor ez egy komoly dilemma mindig, és itt is ez volt, hogy hát most csinálunk egy-két kisebb könyvet, akkor ugye rengeteg információ kimarad. Na most ugye említettem, hogy 1943-ban jelent meg hasonló könyv utoljára, hozzáférhetetlen, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor az a tudás, ami ma rendelkezésre áll, az nem maradjon már ki egy ilyen könyvből, mert egyáltalán nem lehet tudni, hogy mikor lesz még egyszer ugyanilyen. Hát kedves nézőink, én remélem, hogy fölkeltettük az érdeklődésüket, és arra lennék kíváncsi, hogy egyáltalán hol lehet megtalálni, hol kaphatunk további információt a könyvről? A Magyar Madártani Egyesület honlapján minden információ megtalálható a könyvvel kapcsolatban. Úgyhogy már csak azért is érdemes odalátogatni, mert nyilván ezen a honlapon is a madárszeretők nagyon-nagyon sok egyéb információt kaphatnak. Én kívánom, hogy nagy sikere legyen, bár inkább a kultúrában azt szoktunk mondani, hogy egy kalappal, és reméljük, hogy sok elismerést fog bezsebelni ez a könyv, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, hát most köszöntjük a hölgyeket, mert nálunk egész héten nőnap van. ezért ti még, hogy a vágy, hogy emész, hogy a rég, ha megállsz a findun a part felett, mondd meg ott, hogy én sokat szenvedek, hogy a számüzet és szigetén örökké az a gondolok én. Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, hogy a két szemeddel nézel, érzem a szívem nagyon fáj. Ahogy a két szemeddel nézel, szelíden rám, én rám, valamit érzek, ami éget, nem lehet képzelet csupán. Valami történt, nem is értem, hogy találtál rám, miért néztél rám, miért pont én rám. Várj még, hisz annyi mindent kell mondanom neked. Várj még, nem sürget az idő. Várj még, hogy elrendezzem fájó érzéseimet, mert ismerem magam, és téged féltelek, ne hagyd, hogy elveszítselek. Ahogy a két szemeddel nézel, érzem a szívem nagyon fáj. Hirtelen történt, nem is értem, hogy találtál rám, miért néztél rám, miért pont én rám. Annyi mindent kell mondanom neked. várj még, nem sürget az idő. Várj még, hogy elrendezzem fájó érzéseimet, mert ismerem magam, és téged féltelek, ne hagyd, hogy elveszítselek. Ahogy a két szemeddel nézel, valami rögtön eltalál. Épp ezért nagyon szépen kérlek, ne haragudj rám, nézd mindig reám, nagyon vigyázz rám. Hogy is nézzük, most már tényleg itt a tavasz, természetes, hogy a műsorunkban is többször szóba kerül, és amint látják, műsorunk címe apiterápia. Törzsnézőink tudják, hogy Éliás Tibor természetgyógyász úr valójában az apiterápia nagymestere, minden tud róla, és aki sokat tud valamiről, könyvet is ír róla. Úgyhogy ma ez lesz a témánk, hiszen gondolom, hogy nagyon kapcsolódnak a méhek dolgos kis munkálkodása, és az időjárás. Nem véletlenül kezdenek majd most dolgozni a méhek. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a nekem fantasztikus... Ha négy életem lenne, akkor is az apiterápia az egyik legkedveltebb témám, csak az egy baj van, hogy ez a műsoridő nagyon szűk ehhez, mert iszonyatosan sokat kéne erről beszélni, és önöknek nagyon-nagyon sokat kéne erről tudni, mert megkockáztatom azt, hogy az életünk méhek nélkül nem lenne túl hosszú, hiszen a legnagyobb gondolkodók is azt mondták, hogy méhek nélkül az emberiség maximum 3-4 évet élne még, elpusztulnánk egész egyszerűen azért, mert a méhek porozzák be a növényeink, a táplálékul szolgáló növényeink, és az állatok táplálkozását is szolgáló növények 80%-át. Ma már az Egyesült Államok, Japánban és egyre több helyen az emberek másznak fel létrával a fára, és egyenként porozzák be megfelelő eszközökkel a barackot, a mandulát, a nem tudom micsodát. Az Egyesült Államokban azért tartanak méheket kamionban, hogy oda menjenek, amikor éppen virágzik egyébként Amerikában termelik a legtöbb mandulát, ilyen érdekes, és északról, délre, mindenfelé mennek ezek a kamionok, és kiengedik a méheket, bérméheket. Tehát azért fizet a gazda, hogy hány kaptár méhet hoz oda, mert különben nem lenne mandulatermelés, már itt tartunk, kedveseim. És mindezt miért? Mérhetetlen pénz kapzsiság miatt tönkremenő méhek pusztulása, a vegyszerek, a permetezések, a gépek, a méhek és az állatok világának megszüntetésére. Ez a különböző rossz frekvenciák, amik megzavarják. Hát arról már végképp nem, csak hát ha belegondolok, hát egész egyszerűen, hogy milyen pusztítást végez az ember azért, hogy saját magát kiírtsa, miközben a méhek nélkül tényleg ki leszünk írtva. Tehát, de most nem a rosszról beszélünk, hanem a jóról. Így van, arról, hogy itt lassan elkezdenek dolgozni. Mik azok az első virágok, ahol ők már dolgozni tudnak? Hát tömegesen az első virágok, mert ugye tulajdonképpen ha valahol egy tyúkhúrnak egy kis virága kijön, már arról is megpróbálnak begyűjteni pollent, mézet, azaz nektárt, hát a méhecske nem mézet gyűjt, hanem nektárt, és abból dolgozza át a mézbegyében, majd a kaptárban a dolgozó méhek szellőztetik, hogy a megfelelő, tehát a kaptárban állandó 20x fok van, több mindentől függ, nem akarok túl sokat beszélni róla, mert rövid az adás, tehát ha már belekezdtem abba, hogy a nektárt ugye felszívja a méhecske, és akkor a mézbegyébe tárolja, hazaviszi, de már útközben is a víztartalom csökken a kaptárba, meg szárnyukkal a kaptár belülről legyezik, hogy a mozgó levegő jobban átjárja és a pára kimenjen, és megfelelő sűrűségűre álljon be, mézzé alakuljon a nektár. Hát ez egy csodálatos világ. Tehát ott tartottunk, hogy mik azok az első tavaszi virágok. Hát például a som sárga virága van, és már kinyíltak. Úgyhogy ilyenkor már megindul a természet, a méhek is kezdenek magukhoz térni a téli hibernálás után. Tudni kell, hogy a méhek fantasztikus életük van, tehát most egy picit líra. Ugyanabban petéből születik a királynő, a dolgozó, a dajka, a here, tehát az egész kolónia. Mi a különbség? Az, hogy a királynő egész életében csak méhpempőt eszik. Neki dolgozzák tulajdonképpen. Illetve a dolgozó méhek 3 napig kapnak méhpempőt, kaját, és utána soha többet. Ennyi a differencia. Ugyanaz a gyerek, önnek van 3 gyereke, az egyiket ezzel eteti, a másikat azzal, a harmadikat amazzal. 3 különböző gyereke lesz. Életkorban is, meg minőségben is. Tehát a királynőnek azért van ilyen hosszú élete, mert csak a legjobb minőségű táplálékot kapja. 5-6-7 évet is elél, és aktívan. A dolgozók átlagban 5-6 hetet élnek, kivéve a téli áttelelő méhek, akik hibernálódnak, tehát nem élnek valós életet télen a kaptárban, és ilyenkor magukhoz térnek, és mennek, és gyűjtik az első pollent, mézet, propoliszt, és mindenféle egyéb anyagokat. A barka az egy másik virágzási periódus, ott nem túl sok mézet tudnak gyűjteni, viszont pollent azt igen. És hát aztán jönnek az úgynevezett gyógynövények, a pongyol a pikpanktól a kutyatej, aki úgy ismeri, a babarózsa, a aranyeső, majd a később a legkülönbözőbb virágok, ott már a tulipán, a nárcisz, a játszint, a gyümölcsfák, és ezek rettenetesen fontosak. Tényleg, Tibor, ha már itt tartunk, akkor tulajdonképpen ami jó a méheknek, az az embereknek kevésbé, hiszen nagyon sokan vannak pollenallergiás. Hát ezt maguknak köszönhetik. Mert? Pontosabban annak a pénz irányultságnak, hogy a semmi sem elég. Mert elrontják az ember légterét, és a méhekét is, és sok minden más, a madarakét, egysejtűek, minden. Tehát a földi lét tisztaságát teszik tönkre, és megalapozzák az emberek betegségének különböző fokát és válfaját. Tehát maradjunk abban, hogy a méheknek ugyanaz életterük van, mint az embereknek, és soha nem volt ebből gond. De minél jobban gazdagszik a világ, annál jobban pusztul az életterünk. Viszont azt is mondhatjuk, hogy mindjárt ott van a természet segítsége, hiszen amit a méhecskék adnak nekünk, ez ugye a pollen, azt a pollenallergiások valamilyen módon fel tudják használni. Pontosan jól mondod, mert a pollen az egy nagyon kétélű dolog, hihetetlen fontos, az emberek táplálkozásának nagyon fontos része lehetne, és én most is azt mondom, hogy aki teheti, az minden nap kapjon be legalább 1-2 tablettával, de nem mindegy, hogy milyen pollent. Tudniillik, azokra a virágokra itt Magyarországon, amik megteremnek, nagyon sok embernek allergiája van már. Na most, hogyha olyan helyről kell, akkor igen, tehát akkor, hogyha ugyanazt a pollent kapja, amit itt egyébként neki allergiát okoz, akkor az az allergia belobban, és még rosszabb lesz. Tehát a trükk a dologban az, hogy olyan pollent kell kapnia az embernek, amire ő, a szervezete azt érzi, hogy igen, ez olyan, ami nekem nem jó, de ez mégsem az, ez valami más, ez enyhébb, ez másabb, na ezt megpróbálom kivédeni. És rá, nagyon mesésen mondom el, nagyon rákoncentrál a szervezet, hogy ezeket a pollen szemcsékre kidolgozzon egy ellenanyagot. És amikor már ott lesz, hogy egyre gyengébb már a pollen allergiája, akkor egyszer csak mondjuk jövő ilyenkorra már a szervezete már akceptálja, hogy a pollen nem csak abból áll, amit én most eddig szedtem 1 éven keresztül, hanem a másik is, és azt is el fogja fogadni. Tehát felkészíti a szervezetet, feltuningolja a szervezetet. És mikor kell elkezdeni, mondjuk? Igen, hát védekezni ellene. Tulajdonképpen egy egészségesebb környezetben, egy egészségesebb táplálkozással nem is lenne pollenallergia, hiszen évmilliók óta pollennel együtt él az ember, mert virág mindig volt, hála jó Istennek. És amivel elrontottuk azt, hogy nem is a parlagfű, és nem is a nem tudom milyen virágnak a pollenje okozza a bajt, hanem az, hogy például a kipufogó gázban lévő, meg az autó kerekekről leváló por fedi be azokat a polleneket, amivel bekerülve a szervezetbe, az okozza a problémát, nem is maga a pollen. Tehát nem az a megoldás, hogy kipusztítjuk a parlagfüvet és mindent, mert ha a parlagfű nem lesz, akkor a következő növény is allergiát fog okozni, mert akkor arra pollenre fog rárakodni az, ami a levegőben lévő szennyeződés. És azt fogja irritálni a hörgőket és a különböző hártyákat a szervezetünkbe, és arra alakul ki majd a másfajta allergia. De a megoldás az, hogy ahogy mondtam, amikor vége van a virágzási időszaknak október általában, vagy november eleje, akkor kellett volna elkezdeni a pollenérzékenyeknek a megszüntetését, tehát az allergia megszüntetését, és szedni ezeket a pollen tablettákat, és hozzá egy nagyon fontos gyógynövényitalt fogyasztani, és ez a kettő együtt elkezdi kialakítani azt az ellenanyagot, ami legyőzi ezt a külföldi pollent, de vele megtanítja a szervezetnek, hogy majd a magyar pollenre is hogyan kell reagálni. Ez általában fél-egy év alatt meg szokott történni. Most azért mégiscsak az van, hogy még nem vagyunk itt a nagy döbbingnél, hiszen majd augusztusban lesz a nagy... El lehet kezdeni még most is, de nagyon gyorsan, mert amikor már dömping van, mindig, tehát most még aki nem túl allergiás, azokkal személyesen meg tudom beszélni, hogy mit tegyenek ahhoz, hogy ne lobbanjon be, hanem az indukáció lefelé menjen. Tulajdonképpen az igazi pollen szezon az augusztus eleje, augusztus közepe, augusztus vége, szeptember eleje. Ez a egy-másfél hónap, ami a csúcs, amikor a parlagfű virágzik. De megint mondom, nem a parlagfű az a hibás, hanem az, hogy a szervezetünk le van robbanva, és a környezetben lévő por, a legkülönbözőbb szennyeződések bevonják ezeket a pollenszemcséket, az bekerül a tüdőbe, orrhártya, stb. Nyálkahártya, minden, és ez okoz végül is allergiát. Mi a megoldás? Ha már a pollennél maradtunk a mai adásnál. Személyre szabva meg lehet állapítani, hogy kinek, miből, mennyit kell naponta szedni. Ez egyáltalán nem egy hű, de nagy költségű beruházás, viszont belátható időn belül az allergia visszafordítható. Ezt én 20 éve gyakorlom, és akinek segítettem, még mindenkinek sikerült. Hát ez egy nagyon jó hír, és hát ahogy látják, kedves nézőink, bizony ez egy nagy téma, de így viszont sokkal érdekesebb, hogy kitérünk maguknak, a méheknek az életére, hogy is dolgoznak, úgyhogy folytatjuk, ahogy te még ezt... a pollennél, ezt muszáj vagyok ide, mert jövő héten akkor másról fogunk beszélni, hogy a pollennek óriási szerepe lehetne a táplálkozásba, mert hihetetlen mennyiségű, féleségű olyan tápanyagok vannak benne, most nem akarom részletezni, majd kitesszük a táblázatot, és ott el lehet olvasni, hogy mi minden van benne. És ez a szervezetünknek igenis nagyon nagy szüksége volna. De még egyszer mondom, azok, akik allergiára hajlamosak, azok hívjanak fel, és megbeszéljük, hogy mit, hogyan, mert... mint mindennek két éle van. És én azt akarom, hogy az emberek egészségesebbek legyenek, és ne problémásabbak. Hát köszönjük, Tibor, és ezzel bezár ez a mai adás, de most lesz az, hogy ugye jönnek az ünnepek, bátran lehet keresni Tibort is, na nem magán a nemzeti ünnepen, de lesz önöknek idejük, hogy hívják, vagy éppen levelet írjanak neki. Én azt hiszem, hogy ki kell használni most ezt az időszakot, már csak azért is, mert ahogy már a bevezetőmben jeleztem, mivel engem külföldre szólít a hivatás, egy hétig ott fogok dolgozni, én úgy gondoltam, hogy ezt a mai adást, ami nagyon gazdag volt, sőt, talán túl sok is információban, adatban, megismételjük a jövő héten, tehát aki lemaradna, az a 15-i adásunkban ugyanezt nézheti meg, lehet jegyzetelni, újból átgondolni, hogy mit is mondtak a szakértők, és új adással majd csak a 23-aiban jelentkezünk, persze gyűjtünk addig sok érdekességet, és kérem, hogy akkor nézzék meg többször is, itt a nagy lehetőség. Az ismétléseket is elmondom, csütörtökön hajnali 3:30, majd csütörtökön 1:30, 13:30 lehet megnézni ezt az adást, aztán szombaton 18 órakor, és vasárnap reggel 8-kor. Nézzék meg a honlapunkat, www.teaglóriával.hu, barangoljanak a Facebook oldalunkon, és pihenjenek, öltöztessék díszbe a szívüket március 15-ére, sétáljanak, akár menjenek ki a szabadba, mi pedig azzal búcsúzunk, ahogy ezt szoktuk Tiborral, hogy éljenek egészségesen.